nem szégyellik magukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Itt ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökerestül tépi ki. Jaj! Attila már hosszabb ideje dolgozik a Petőfi Bizottságunkba, és Székely közről biztat minket, és keres, és talál nagyon fontos adatokat, és többek között egy pár olyan adatról fog most önöknek beszélni, amelyek azt bizonyítják, hogy nem igaz az, hogy nem hittek. Ez biztos. Tessék, Attila. Hát akkor hittek, vagy nem hittek, ez a kérdés. De mielőtt erre tudnék válaszolni, egyébként nem biztos, hogy tudok válaszolni, mert hogy ha tudtam volna válaszolni, és pontosan egy konkrét ügyet felgöngyölíteni, akkor már meg lenne oldva az egész. Tehát nagyon tudom azt valószínűsíteni, hogy vitte, mert hogy minden jel arra utal. Ezelőtt, mielőtt belekezdenék szólni, viszont egy-két szót magamról, mert ez elég fontos, hogy én honnan beszélek. Hát én filológus vagyok, komparatisztikából doktoráltam, azon belül az összehasonlító, tehát nyilván összehasonlító irodalomtudomány, komparatisztika ugyanaz, azon belül pedig a populáris irodalom elméletével foglalkoztam. Ami olyan szempontból fontos, hogy én arra vagyok kiképezve, hogy a szövegeket szétszedjem, szétcincáljam, és a végén, amikor már tovább nem lehet lemenni a gyökerekhez, mert hogy már ott vagyunk a föld alatt, akkor az egész szöveget összerakja. Szegeden ezt volt, Szegeden volt egy Dekon nevű irodalomtudományi csoport, amelyik éppen ezt művelte, és akkor ezt három éven keresztül ezt csináltuk, hogy szövegeket szétszedtük, és miután sok-sok ideig szétszedtük, akkor a végén összeraktuk, és úgy egészen érdekes dolgokra jöttünk rá. Ki volt a vezető tanár? Odorics Ferenc. Igen. És hát ennek köszönhető például az, hogy én például hozzá mertem nyúlni a székelyek történetéhez, történelmi szövegeket vettem alapul, azokat hasonlítottam össze egymással, elemeztem azokat külön-külön, és én meg vagyok győződve, hogy a székelyek történetét azt sikerült nagyjából megoldanom, csak publikációim vannak ebből, tehát folyóiratokban keteten nincsen. Petőfi ügy. Petőfi ügyben még nincsen publikációm, mivel tényleg ahhoz az kellene, hogy az ember valami primér adatot találjon és azt adja el. Nekem nem erősségem az adatgyűjtés, tehát a primér adatoknak az összegyűjtése, nekem az az erősségem, hogy átlássak bizonyos szövegeket, már meglevő szövegeket és azokat helyezzem kontextusba, új kontextusba. Na hát, mindig feltevődik a kérdés, hogy vittek, nem vittek, és ezt a hivatalos történelemtudomány azzal próbálja lerázni, hogy hát nincsenek bizonyítékok. Ugyanakkor a népi hagyomány, az élő emlékezet, az élő történelem azt tartja millió egy példával alátámasztva, hogy bizony vittek, mert hogy találkoztak ott a hadifoglyok, rég elhúzott 48-asokkal, és azokról elég sokat lehet tudni. Na már most, ilyen esetben mi a feladata a tudománynak? Semmiképp sem az, hogy
lesöpörje a témát az asztalról, mert ez tudománytalan hozzáállás. Tehát, hogyha van egy csomó hadifogoly, aki azt mondja, hogy találkozott 48-asokkal, akkor ott utána kell nézni, egyenként utána kell nézni az eseteknek, és megnézni, hogy mi a helyzet. Vagy cáfolni, vagy megerősíteni. Tehát mindig erről is volt szó itt a filmekben, hogy vagy pozitív, vagy negatív eredményre jutunk, mind a kettő eredmény. Tehát ez a tudományos hozzáállás. Na már pedig, amikor a hadtörténész kijelenti, hogy nem vittek, mert nem vihettek, mert hogy az oroszok azt mondták, hogy nem visznek, akkor konfliktusba kerül a népi emlékezettel, és valamit kéne csináljon. Na már most nézzünk olyan eseteket, amikor vittek, és amelyekről van tudomásunk. Kezdem egy sátoraljaújhelyi esettel, amelyiket azért, mert hogy itt vagyunk a környéken. Harkas Enőnek megjelenik 1910-ben Honvéd Huszárok Szibériában című könyve, amelyben erősen ilyen életszagú írásban számol be arról, hogy Zsombolyán él egy Mayer Lajos nevű idős ember, aki hazajött Szibériából, azt mondta, hogy 48-as fogoly volt, és miután hazajöthetett, ott tengeti az életét Zsombolyán. És ő mondja, hogy hárman jöttek haza Szibériából, pontosan Mayer Lajos, Tóth Ferenc Székesfehérvárról, Lehocki István Lőcséről. Na hát, ilyen esetekben mindig azt kell csinálni, hogy minden egyes adatnak utána nézni, hogy Lehocki István, Mayer Lajos, Tóth Ferenc, tudunk-e róluk valamit. Sajnos mind a Mayer Lajos, mind a Tóth Ferenc olyan gyakori név, hogy képtelenséggel azt megállapítani, hogy most éppen a 15 Mayer Lajosból és Tóth Ferencből melyik volt az, akit elvittek Szibériába. Viszont van egy sokkal ritkább név, a Lehocki Istváné, akiről ír Bóna István is a Hadnagyok és Főhadnagyok a 48-as Szabadságharcban című könyvében. Erről azt írja, hogy Sátoralja új helyen született 1823-ban, aztán közvitéz tizedes, és az utolsó hír, amit tudunk róla, az, hogy 1849. június 14-én Béván állomásozik. És kész, ennyit tudunk róla. Semmi egyéb adatunk nincsen, ami olyan szempontból meglepő, hogy azért az, aki egy ilyen századosi rangig vitte a 48-as forradalomban, hát annak valami sütnivalója is volt. És általában a napi sajtóban a következő 5 évtizedben valahol csak felbukkan a neve. Tehát valahol fel kéne bukkannia. Nem 100%-os, de azért, hogy felbukkan, de azért nagyjából fel kéne bukkannia. Lehocki Istvánnak a neve többet nem bukkan fel. Azt jelenti, hogy vagy meghalt a forradalomban, vagy történt valami vele. És ez a Mayer Lajos azt mondja, hogy ő vele visszajött Szibériából, és amikor visszajöttek, mind a hármukat halálra ítélték, és aztán fel is megtették az osztrákot. Na, hát itt van egy olyan eset, amikor tényleg utána lehet menni. Nagyon sok konkrét adat van, hogy ez a Mayer Lajos hol lakott, mit csinált, Zsombolyán mi történik. Mondom, nekem nem az erősségem, hogy utána járjak a primér adatoknak, és ezt nem csinálom meg. De ez egy olyan eset, aminek tényleg utána kellene járnunk. Akkor az előbb Gyurinak a könyvében láttam, hogy abban volt egy erősen érdekes adat még. Tehát, hogy mondtad, hogy írott, hogy ott volt egy hadifogói lista, amelyen szerepeltek magyarok, osztrákok, mit tudom én milyenek, és románok.
Igen, és roman neve is. Ez olyan szempontból érdekes, hogy az legutóbbi időkig senki nem tudott arról, hogy 1848-49-ben az oroszok vittek volna el románokat. Tehát mit tudom én, Havasalföldről vagy Moldvából. Márpedig ott hihetetlenül érdekes dolgok vannak. Van egy nagyon jó román történész, Neakúcs Bárá. Ő pedig azt csinálta, hogy így kibányászott valami dokumentumokat, hogy az oroszok már 1848 végén levelik a két fejedelemségben a forradalmat, és az első intézkedésük az az, hogy akit államellenes tevékenységet gyanúsítanak, azonnal viszik a Donyecki medencét a valamelyik városba, ott folyik a per, és utána pedig Szibériába, hogyha bűnösen. És mondja ez a Csuhara, hogy ő több ezerre teszi a románokat, akiket hívítek el. És mondom, erről a román történettudomány az égvilágon semmit nem tudott, aztán most előkerült egy ilyen napló, amelyik arról szól, hogy volt egy alap, akit elvittek Szibériába, és rá 10 évre valahogy hazavergődött. A több ezerből egyedül ő vergődött haza. Na ez viszont egy pozitív adat, mert hogy azt mondhatja, hogy tényleg voltak, vittek románokat is, és legalább egy közülük hazavergődött. Csak hát erről ez annyira perifériális jelenség a román történetírásban, ahol egyéb dolgokkal foglalkoznak, hogy még nincsen igazából egy kutatója. Tehát Csuhara valamit... Irgalmas. Hogy? Irgalmas. Igen. Tehát még nem került egy kutató, aki írt volna róla egy könyvet. Ez csak Csuhara úgy megemlíti és mutatja is a dokumentumot. Na hát itt jönnek érdekes dolgok, mert hogy a Erdélyből, ahogy szállítják a hadifoglyokat, na jó, tegyük fel, hogy az oroszok betartják az osztrákokkal a kötött egyezményt, hogy Erdélyben valakit elfognak, azt visszaadják az osztrákoknak. Csak hát mi történik? Megnézzük a térképet, ott van Segesvár, ott az erdélyi csaták, amelyek ott Székelyföld körül vannak, hát onnan, amikor vége a forradalomnak, valahonnan menekülni kell a forradalmároknak. Hova tudnak menekülni? Máshova nincs hova, csak orosz területre, méghozzá Havasalföldre és Moldvába, ahova a székelységgel és az erdélyi magyarsággal mindig is nagy számban mentem, mert hogy folyamatos kapcsolataik voltak a két állammal. És ami nagyon elképzelhető, tehát egy részüket a Havasalföldiek valahogy kimentik és hagyják, hogy a török részre kerüljenek. Bonyolult a helyzet. A Havasalföldnek egy része török fennhatóság alatt, a másik része török, orosz fennhatóság alatt, bonyolult. Na, egy része a törökökhez kerül, például a Kossuthék, és ők megmenekülnek. A többiekkel van viszont a baj, ugyanis ahogy bemennek Havasalföldre, erről vannak a feljegyzések, hogy elkezdenek a székelyek szervezkedni, úgy, hogy a forradalmat folytassák. Na hát ezt az oroszok nem tudták lenyelni, és általában azt szokott történni, hogy amikor egy ilyen szállat felgöngyölítenek, akkor 100 embert bevonnak az ügybe, és nagyon is elképzelhető, hogy 100-ával vitték Havasalföldről és Moldvából a magyar forradalom résztvevőit, mert az nem osztrák területen volt, és nem sértik meg az osztrák-orosz egyezményt. Na de hát én nem fűznék ahhoz sem nagy reményeket, hogy az oroszok betartották az osztrákokkal kötött egyezményt, mert hogy ismert, hogy előtte éppen hogy az osztrákok kérik, hogy vigyék el a magyarokat Szibériába. Úgyhogy itt sem lenne különösebb meglepetés, hogyha kiderülne, hogy tényleg vittek. Amit kéne csinálni, az tényleg az, hogy minden egyes konkrét esetet egyenként felgöngyölíteni.
mindjárt van majd a vetítés. Ja, de legyen most vetítés, jó? Jó. Szűcs Ferenc bácsi hevesen lakott, szegény, idén januárban halt meg. Édesapja első világháborús hadifogolyként Szibériába került, beállt a Vörös Hadseregbe, ottani harcok után már lehetőség nyílott arra, hogy hazajöjjenek egyik székely barátjával, Dorcsák Istvánnal, azóta is keresünk a rokonait Dorcsák Istvánnak, elindultak a keleti tenger felé, mármint édesapja Szűcs Feri bácsinak, és nagyon érdekes családra bukkantak, Petőfi Sándor leszármazottaira. Hát ez is némi bizonyíték arra, hogy ha nem is vittek, Petőfi Sándor akkor is oda került, mert utódai, leszármazottai csak olyan embernek élhetnek ott, aki arra valamikor járt. Hallgassuk meg Szűcs Feri bácsi visszaemlékezését édesapja történetére. Úgynevezett transzszibériai vasútra, nem tudom, hogy honnan indul, Vladivostokig. 40 nap, 40 évvel éjjel ment a szerelvény. Sőt, mondta, hogy a Bajkáltól, mikor befagyott, rátették a sineket, és nem tudom hány kilométerre rövidebb volt. Hát csodálkoztam, hogy hát a jég megbírja azt a takotjákat. Na lényegében, hogy hány évig vagy, mennyi ideig volt, azt se tudom. És ott hallotta, hogy a másik szerelvényen is van magyar hadifogoly. Na most ő igyekezett földeríteni, hogy kicsoda, mikor találkoztak, legnagyobb meglepetésemre, vagy meglepetésére Dorcsák István ott volt, aki annak idején még Premisilbe valahol elvitték. Igen. Na lényegében utána tartották a barátságot, hogy meddig vagy hogy, nem tudom, csak egyszer elhatározták olyat, hogy ha lehetőség van, ők kimennek a tengerre, olyan kikötővárosba, ahol Európába megy hajó. Na most akkor megszöktek a vonatról, és nem tudom, valami erdőségbe, vagy nem tudom, hogy jöttek, és találtak egy lakott helyet. Hát ugye bekérezkedtek, oroszul perfekt, már tudtak beszélni, és mondták, hogy ők magyar hadifoglyok minden. Na és elsőbb nem is mondták, hogy ő nekik valami kapcsolat van ő közöttük, hanem arra tűnt az édesapámnak föl, legalábbis így mondta, hogy bizonyos szavakat úgy mondott, ahogy mi mondtak. Ők is azt használták. És kérdeztek, hogy honnan tudjátok ti a magyar szót. És akkor mondták, hogy a sztári papa, vagy nem tudom, hogy a nagyapjuk szintén magyar hadifogói volt, meg mindez. Mondták, hogy Alekszender Petrovicsnek hívják, és hát mondták, hogy el is van itten temetve, de mikor meghalt, nem itt halt meg, hanem nem tudom, valahol más munkahelyen, és az ottani magyar hadifoglyoknak, vagy azoknak a leszármazottjai, vagy nem tudom kicsoda, mivel a pópa nem engedte, hogy abba a temetőbe temessék, ahol a család van, hát ezek összefogtak, és a Petőfinek a maradványait ott a családnak a lakóhelyen egy sírt megbontottak, és oda temették el, tudták, hogy hát itt van. Tehát most az ez helyen... érdekes, Feri bácsi, azért kérdezem, mert mikor őt kiemelték 1989-ben a sírból, ő rá volt temetve valakire. Tehát akkor az ön édesapja is azt mondta, hogy úgy emlékeztek a leszármazottak, hogy nem egy sírt ástak neki, hanem egy létező sírba tették? Igen. Aha. Na most mikor önök itt jártak, kaptam én azt a újságot, vagy mit tudom, aki leírja. Borzák Tibor, igen. Igen, leírja a dolgokat. És akkor jutott nekem eszembe, hát tényleg ezt hát édesapám mondta, hogy a pópa nem engedte, még az, hogy hát az Isten szolgálja, hát még akkor is hát ő. Na, lényegében, akkor láttam ott, hogy felbontották a sírt, se kaporsó, semmi minden.
Szerintem ez a tény igazolja azt, amit édesapám hallott a leszármazottjaitól, hogy nem tudom, hogy éjjel vagy mit, micsoda, hogy mondjam, titokba temették el. És most a kutatásnál, ugyanúgy, ahogy az édesapám mondta, ottan került el. Engem ez a tény ennyire megnyugtatott, meg bizonyossá tett, hogy amit édesapámtól hallottam, ez valóság volt. Így van. És nekem akárki akármit mond, azt állítom, meg nyugodt lelkiismeret állítom, hogy amit megtaláltak, az Petőfinek a csontjai vagy maradványi voltak. Megígérték neki, hogy majd mind a kettőjük részére megkeresik azt a lehetőséget, hogy olyan helyre menjenek, ahol Európába közlekedő hajó van, oda kikötőből. Pénzt adtak neki, ruhát adtak neki, papírt adtak neki, hogy a hajós kapitánynak a nevét megadták, és aztán keresse föl, és adja át azt a levelet a kapitánynak. Na most adták még a nyakláncot is, annak bizonyításában, hogy nem valami szélhámos, vagy valami, ez az az ember, aki, vagy ezek az emberek, akiket ő protezsáltak, hogy na most még arra emlékszem, hogy mondtam, hogy nagyon féltek, mert egy nappal hamarabb kellett volna ott lenni, hogy a hajó indult. De elmentek oda, nem tudom a város nevét, vagy kikötőn nevét, nem tudom megint. Csak a lényeg, hogy a hajó még várt egy napot rájuk. És ottan a hajó szénnel fűt, hát szeles kazából, és ottan kaptak szállást, el kellett várni a hajó kazán. Tüzelőanyagról minden. Azt se tudom pontosan, hogy merre vagy hogy jutott Európába. A legutolsó dokumentum a Csóti öt fiákra van a elbocsátás, vagy mit tűnik, a papír, ami van, hogy mikor esett fogságba, és mikor bocsájtották el Csóton. Úgyhogy azóta is én abban akadtam ki, hogy ezek a Petőfi, meg a híres emberek, egy csodálatos emberek voltak, és a mai rendszer miért tagadja meg. Ezzel kapcsolatban nagyon, hogy mondjam, fejbevágott egy valakinek, aki elmeséltél nagyjából, azt mondja, hogy nem az igazság a fontos, hanem a béke. Hát hogy volt? Hát annyira olyan hatalma van valakinek, hogy a magyar népet befogja a száját, hogy ne emlékezzen Petőfire. Hát itt vannak a magyar kutatók, meg mindők, és ezek a mi mai vezetőink nem képesek tudomásul venni ezt a kutatást, hogy hát segíteni. Én nem tudom elképzelni, a mai elit hogy gondolkozik. Azt várják, a csontok fölálljanak, hogy én vagyok a Petőfi. Hát ez kellene nekik. Mostan tessék érni. Csak egyszerű palaszkodikával. Amikor az édesapám nekem elsorol, nem tudom én, 1936-ban halt meg. Igen. Azelőtt, hogy hát beteg ember lényén, oda ültem a térdéleszre, tessék már, mi volt Oroszországban, tessék már mesélni minden. Ezt a tényt ő akkor nekem megmondta, hogy Petőfi nem ott temetté, vagy hogy ahol meghalt, hanem ahol lakott a családja, oda lopták. És ez a tény, amit most a kutató nem tudom hány éve, ugyanúgy igazolásképpen. Hát hogy lehetett volna befolyásolni, hogy ez másképp történt? Igen. Miért hazudtak volna az emberek? Igen.
miért mondták volna azok az emberek, hogy ők Petőfi leszármazottai? Ezt nem lehet kitalálni. Na most már mondta az édesapám, hogy ők mutatták, hogy itt Lembaskinban van eltemetve, és Alekszander Petrovics Gárda hadnagy, az is rá volt írva a sírgyára, vagy a sírkeresztre, vagy nem tudom, arra emlékszek rá. Hát az 18 vagy 19-ben lehetett. Nem tudok így dátumot kötni. Ugye a lényegében én nekem is csak a lényegre tudtam összpontosítani, hogy mi volt, hogy az a helyzet, hogy itt valami olyan hatalmas erőnek kell működni, amik az országot sarkba tudja tartani, vagy szellemileg el tudja nyomni. Igen, itt volt szó a csóti fogadókáról, tehát oda hozták a... Igen, tehát onnan az Oroszországból hazajövő foglyokat egyszer oda internálták, és onnan engedték haza. Na, ott van viszont egy erősen, szolidnak tűnő történet. 1918. szeptember 17-én hazajön Oroszországból egy Gumba György nevű honvéd, aki egy cseppet meglepő jelenség volt, mert 90-valahány éves volt. És azt mondja, hogy őt 49-ben vitték el. Az oroszok, a cigány ember volt, aztán ott volt Oroszországban, a felesége utána ment, még lett jó pár gyermek, de a gyermekek szélszélete, és akkor ő fogta magát és hazajött. Na hát ennek az az érdekessége, hogy jó, a napi sajtó ír róla, de a Hadtörténeti Múzeumban van erről egy kis monográfia, vagy nagy monográfia, fogalmam nem tudom, mert odáig nem jutottam el, hogy ezt én kézbe vegyem. Az egyik százados, akinek elég sok publikációja van abból az időből, szépen leírja, amit az öreg mondott neki, gondolom, hogy ez van benne. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes nyomnak tűnik, tehát hogy a Hadtörténeti Intézet levéltárából ezeket a dolgokat valahogy kiszedni. Tudom, nem lesz könnyű, de hát a Gézának sikerült. És ez egy jó dolog lenne. Még egy másik érdekes dolog, Bengerszka, éppen az, amelyikről te is írsz a könyvedbe, és mondtad, hogy voltál. Tényleg voltál? Igen, igen. És valami érdekes történt? Semmi. Igen, és mondod, hogy ott magyarokat nem találtam. Na, én sokat járok Moldvában, mert ott van nagyon közel hozzánk, és Csángó falvakra is. Hogyha az ember bemegy egy Csángó faluba, kivált egy ilyen eldugottabba, vagy olyan helyen, ahol el vannak nyomva, már pedig mindenütt el vannak nyomva, ha bemegy valaki és megkérdezi, hogy itt magyarok vannak-e, nincs. Tehát az első válasz az, hogy nincsenek itt magyarok. Tehát itt csak románok laknak, ott csak oroszok laknak. Tehát én ilyen szempontból nem adnék sokat az ottani helyeknek a szavára. Annál is inkább, mert hogy Révai Jenő, aki a Raoul Wallenbergről szóló könyvet írta, ő bizony azt mondja, hogy ő volt Vengerkában, már pedig pontosan abban a Vengerkában, amelyikről szó van, tehát a Tajszett melletti Vengerkában volt, és el is mondja, igen, 1911-ben volt a Vengerszka a faluban, ahol a temető tanúsága szerint valóban a szabadságharc magyar katonai éltek és haltak meg. Na, és utal egy másik könyvben, hogy ezt egy másik könyvben ő bővebben megírta. Megkaptam azt a könyvet, annak az a címe, hogy Éhség, forradalom, Szibéria, 1934-ben jelent meg. Viszont ott sem találtam meg ezt a részt, hogy ahol mondja, hogy ő bővebben ír erről a vengerszkai dologról. Abban
könyvben, amelyiket megtaláltam, ott az van, hogy bemennek tengerkába, szinte a mondat közepén megszakad, és utána írja, hogy ott voltak valami magyarok, és aztán el is jöttek. Tehát egy fél mondatban el van intézve az egész. Nagyjából tudom, hogy mi történhetett, a cenzúra valami részt kivágott onnan, tehát a mondatok nem illeszkednek normálisan egymáshoz. Ott van egy rész, amit a cenzúra kivett a könyvből 1934-ben, és ez lehet az a rész, ahol leírja pontosabban, bővebben, hogy mit is látott ő Vengerkában. Hát ez nagyon is előfordulhatott, mert hogy Lévai Jenő írt elég sok könyvet, és nem hiszem, hogy az összes könyvét elolvasta volna. Hogy? Jó szerző. Igen, igen, nagyon jó szerző. Sok könyvet írt, és nem hiszem, hogy ő észrevette volna, hogy a saját könyvéből kivágtak egy részt, mert hogy én sem olvasom el a könyveimet, amik megjelennek. Én elég, hogyha megírom. És tényleg ott látszik, hogy valami rész ki van véve. Tehát itt ezek mind arra ösztökölnék az embert, hogy elmenjenek tengerkába és alaposan utána nézni, ugyanis a falu honlapján nem az áll, hogy 20. századi település, hanem az, hogy 1860-ban alapították a falunak a mai honlapján áll ez. Amikor építik a transzibériai vasutat 1890-ben, már ott van a Vengerka nevű megálló, úgyhogy az nem mostani 20. századi magyar település, már pedig a Vengerka az a magyarokra utal és semmi egyébre, hanem valamikor korábbi. 1863 jöhet még egy számításban, hogy akkor alapították a falut azok a magyarok, akiket a lengyel forradalom idején vittek el. Csak hát egy gond van, akiket a lengyel forradalom idején vittek el 1863-ba, azok amnesztiát kaptak 1867-ben. Tehát azok nem maradtak ott. Van is egy könyv, Bányász Lászlónak egy könyve, hogy mi történt vele Szibériában, miután 1863-ban elvitték az oroszok. Az 1863-asokat azt ki lehet húzni az egyenletből. Ők nem maradtak Szibériában, és egyáltalán nem akkora számban, hogy egy falut el tudtak volna nevezni. Mi marad egyedül az 1848-49-es forradalom, amikor tudjuk, hogy Szibériában nem vittek magyarokat. Tehát ezek az el nem vitt magyarok alapították a Dajszek melletti Vengerkát. Na hát ilyen szempontból én mindig azt mondtam, hogy lehet, hogy jó lenne erre egy ilyen vérprofi, de nem is vérprofi, hanem egy ilyen vadújságírót ráereszteni, mert hogy az jobban ki tudja fogozni a dolgokat. Hát, például Bui Trutko érte el azt, hogy Toma Andrást, az utolsó magyar hadifoglyot előbányászta a 2000-es évek elején, és addig hadifoglyó volt. Na hát ez egy ilyen Bui Trutkóra illő feladat lenne, hogy az egészet így előbányászta, mert én tudom, ez hogy szokott működni, a Moldavban is csináljuk, de én nem vagyok jó ebben, hogy be kell menni oda, az emberekkel beszélni, lyukat beszélni a hasukba, és aztán kell inni velük, és kell dicsérni a pálinkát, és egy idő után úgy előjönnek a dolgok, amiket amúgy ők megtartanának saját maguknak. Jó, hát most már itt vagyok, és én holnap reggel akarok elmenni, mert hogy erősen hosszú az út hazafelé, ezért én így egy-két javaslatot is mondanék, hogy mit kéne, hogy mi lenne jó itt a Petőfi bizottságon belül csinálni. Tehát valahogy ezeknek a konkrét eseteknek utána járni, tehát filológiai pontossággal utána járni a konkrét eseteknek, mert hogy
pillanatnyilag úgy érzem, hogy itt vagyunk, mindenkinek olyan jó nagyra rálátása van a dolgokra, csak éppen a buli munkát nem szeretjük csinálni. Ugye? Igen. Tudod? Na, és akkor kéne valaki, vagy valaki, ezen a téren kéne valamit előrelépni, mert szerintem ez egy olyan téma, amit a záros határidőn le lehetne zárni. Hát egyrészt a Szibériában, itt hadifoglyok esete is, másrészt a Petőfi ügy. Na, én ennyit akartam mondani. Lehet kérdezni? Persze, persze. Rövid lesz. Lehet, hogy meglepő. Az elmondottak kapcsán ez a vittek vagy nem vittek, nekem kezembe került, pontosabban valaki azt mondta, hogy na ezt olvasd el. Mondd el valakinek valami, itt a Karikás Frigyes nevű. Igen, igen. Igen. Most ennek az embernek, ő egy Mr. Gázi nevű írása. És jeles ember, jeles. Igen. Neked. És hát ez egy eléggé félelmetes történet. Én foglalkoztam a gondolattal, de hát szóval nem áll mögöttem akkora erő, meg minden, hogy itt. Tehát ebből egy tökéletes forgatókönyvet lehetett volna írni, sőt még azt is megnéztem, hogy hol lehetett volna leforgatni. Csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez a Mr. Gázi, ez azzal kezdődik, hogy az oroszok válogatják a foglyok közül a mesterembereket, főleg olyat, aki lovakhoz ért, mert hogy az náluk egy értékes ember, és ezt a Mesterházi nevűt, akinek nem tudták kimondani a nevét, ezt elnevezték Mr. Gázinak, mert ugye egyszerű volt, és hát kiderült, hogy ez egy ilyen tüzér csapatnál ilyen kovács, vagy ilyen, hogy mondják azt, amikor gyógykovács, szóval gyógykovács, a lovaknak a patája. Na, ez az azonnal nekik, és elvitték. Most a történet hosszú, de félelmetes. Azért csak címszavakba, Szibériába kerül, Irkutszk környékére, különböző kozák helyőrségekbe adják, teszik, valószínű, hogy Barguzinba is, és lemegy a 20 év, ő közben ott valakinek a lányának udvarol, de amíg nem szabadul fel, addig ugye nem köthet házasságot, szerelmi szál van, mit tudom én. A lényeg az, hogy születik utód. És az egész történet egészen 1956-ig zajlik, amikor az utolsó Mesterházi, mint a 56-os forradalmat leverő orosz egységeknek az egyik tolmácsa jön vissza Magyarországra, és keresi az eredeti Mesterházinak a. Most ez egy olyan hihetetlen történet, mert ott a polgárháború minden, de egy szál mégiscsak van benne, hogy utána nézem, hogy honnan vette a dolgot, mert ez hozzáférhető a könyvtárakba, és ugyanaz, amit te mondtál el, hogy az első világháborús hadifoglyokkal került ő kapcsolatban, mert ő a tanács köztársasági Igen. ügyeket írogatta össze-vissza, és az első világháborús hadifoglyok visszaemlékezéseiből írta meg, hogy aki hazajött, és valahogy a vörösök közé keveredett, és mondta, hogy hát itt azért ének. Most, szóval félelmetes. Én csak azt gondoltam az én naiv agyammal, hogy milyen csodálatos filmet lehetett volna ebből csinálni, de hát nem jutott el a dolog. De megerősíti azt a szállat, hogy ezek azért nem lehetnek annyira véletlen dolgok, mert az a tény, hogy az oroszoknak mindig is kellettek a úgymond a masztyerok, a szakemberek. És itt aztán őket nem nagyon érdekelte, milyen egyezmény van, te kovács vagy, te mit tudom én, műszerész vagy, te autóvezető vagy akármi, ezt vitték korábban is, később is, mindig is.
Csak hát ezek a kis összekapcsolódó irodalmi szálak, ezek nem váltak. Most én is csak azt mondtam, hogy valamelyikük mondta, hogy igen, hogy legalább felelevenedett a dolog. Tehát, hogyha egy ilyesmiről egy ilyen kis filmnovella születne, akkor többeknek a fantáziát, hogy utána kellene nézni, mert mi, ahogy mondtad, hogy itt beszélgetünk, de a kuri munka. Hát én szégyellem olyan szempontból magam, hogy én elég sok kuri munkát ráhoztam erre a filmre, olyan értelemben, hogy sikerült nagy nehezen a Morvaitól függetleníteni magam, mert itt nem esett szó arról, és akkor azért el kell mondanom, hogy miért volt ennek a filmnek az elsőnek, amit nem láthatunk, de aki akarja megnézheti. Szóval a Morvai végig ragaszkodott ahhoz, hogy ez az ő hitbizománya, tehát hogy itt más, mint ahogy a Sándor is mondta, hogy ő a Petőfi kutató, ő a bizottságosdi, és valami elképesztően durva módon akadályozta, hogy itt független emberek, akár régész kutató, antropológus, de hát most már azért nem érdemes, mert itt én is megtudtam, hogy itt azért ez egy kriminális, hogy mondjam, bírkos szolgálati dolgokkal átszik. Tehát ő nem hagyott kilét, és ragaszkodott annak ellenére a film úgymond jogához, hogy ő ezt nem fizette ki senkinek se. Tehát az egy hazugság, hogy mi ott a Morvai pénzén dőzsöltünk meg ilyesmi. Kétségtelen tény, hogy ezt a film, vagy ezt a kutatást ő indította el, de ugyanakkor meg is akadályozta azzal, hogy nem engedett belőle kilépni senkit se, csak úgy, hogy ahogy ő gondolta. És itt ugye azt hiszem megkérdezted, hogy szóval miért volt itt a Morvai hiteltelen? Hát ennek ezer egy oka van, mint ahogy a vicc is mondja, hogy mikor megérkezik a egyházi méltóság, hogy hát miért nem harangoznak. Hát szóval először is nincs harang. Tehát a Morvai nem volt Petőfi kutató, ezt ő így kimondta, ugyanakkor pont az ellenkezőjét csinálta. Ő kereskedelemtől kezdve megvesztegetésig mindenhez folyamodott, és a kudarc tűrő képessége az a nullával volt egyenlő, sőt. És akkor visszatérve, hogy vittek vagy nem vittek, én szerintem egy óriási eredmény lenne, hogyha a vittek igaz lenne. Mert ez egy nagyon nagy lépéssel tovább tudnám gördíteni ezt az egész ügyet. És hát ebben valakiknek még át kéne adni ezt a fétát. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha szabad egy megjegyzést hozzátenni, említetted, hogy ezek a foglyok keresték az oroszok közöttük, akiknek valamilyen foglalkozások. Hát Petőfi éppen ezért kapott szabad mozgást, nagyobb mozgásteret, hogy sok mindent javított, hozzáfogott sok mindenhez, sőt, gyógyította a betegeket, mert valamiképpen foglalkozott a gyógynövényekkel, ahogy én tudom, és ettől kifolyólag ilyen mozgásteret kapott. Megbíztak benne. Elfogadták, amiket csinált. A javításait, hogy említve volt, sok mindenhez. Morokova azt mondta Eliasov professzornak, hogy ez a Petrovics ez olyan volt, hogy ennek a Petrovicsnak a fejébe annyi ész fért, mint az egész falu fejében van. Tehát valóban egy hát európai műveltséggel rendelkezik, sok mindent tudott, ismert, tehát valóban olyan félistenként csodálták őt ott, de hogy vittek, nem vittek, elég volna a magyar tudósoknak megkeresni az Orosz Igazságügyi Minisztérium honlapját, ahol van egy tanulmány, amely tanulmánynak az a címe, hogy a szibériai büntető végrehajtási intézmények története. És ott ez volt a kezem. Igen. 1990. Nem tudom, hogy ez volt, de ez föl van a interneten egyébként, mindenki szabadon olvashatja, akár Hermann Hubert is elolvashatná. Tehát 90-ben ezt nem elték írni az oroszok. Tehát ez a passzus így szól, 1926-ban érkeztek a Bajkálon túli területre a dekapisták, és ezzel kezdődött a politikai büntetőtáborok évszázados története. Hamarosan következtek a lengyel nemzeti felszabadító mozgalom résztvevői,
a magyar szabadságharcosok, zárójel, Barkóziba száműzték az ismert magyar költőt Petőfi Sándort, zárójel bezárva, és később Petroszevszkij követői, forradalmi demokraták, stb. Tehát ez ott van a honlapon, ha érdekli valakit, akkor a honlapnak a címét meg is tudom adni, el lehet olvasni. Tehát Herman Robert, miután azért így közvetett módon levelezünk egymással, fölteszek itt-ott ilyen híreket, azt válaszolta, hogy jaj, egy csinovnyik azt ír, amit akar. Tehát a Orosz Igazságügyi Minisztérium honlapja szerinte oda bármilyen csinovnyik írhat bármit, ez számomra azt jelenti, hogy vajon Magyarországon is így van ez? Tehát a Tudományos Akadémia honlapjára, vagy a kormány honlapjára bármilyen hivatalnak azt ír, amit akar? Attila, nagyon szépen köszönjük! Jó, még kommentje, amit akar. Ja, tessék! Ugye, hát ugye az írók viszony az egész Petőfi ügyhöz. Na hát, én író vagyok, csak te egy jó körökbe fordulódom. Most kaptam József Attila díjat és aranyérdem keresztet. Én soha titkot nem csináltam abból, hogy mi a véleményem a Petőfi ügyel kapcsolatban. A Facebookom azt el van az Ibéria ügyel, a Petőfi csoportban. Ott is teljesen nyilvános, igen. Hát ezért engem megkülönböztetés, vagy hátrányos megkülönböztetés nem ért soha. Barátaim közül van, aki azt mondja, hogy ez erősen érdekes, és utána kell jelenni, és támogat minden ilyen dolgot, amelyik az igazságot kideríteni. Van olyan, aki saját maga kezd ilyen kutatásba. Kovács Attila szóltam az egyik, aki a magbetőnek a szerkesztője, és na, hát nem olyan rossz a helyzet az írók között, mint ahogy gondolnak. Ezért az író azért cseppet, hogy öntörvényükben berekmutatás. Köszönjük szépen, Attila! Teszek akkor a világnak sarkai. Földindulástól mennydörgésül, nőből megfognak